Üdvözlöm a kedves televíziónézőket! A Profit című gazdasági magazinműsor mai adásában szőlészkedni és borászkodni fogunk. Benébe látogatunk a Parászka és a Varga családhoz. Tartsanak velünk! Mikor kezdtétek a szüretet, illetve most milyen szőlőfajta van soron? A szüretet most az idén kicsit később kezdtük, ez lehet ráírható a szárazságra. Ugye most ebben az évben eléggé csapadékos tavaszunk volt, utána meg kaptunk egy nagyon száraz nyárvéget. Tulajdonképpen a cserszegi fűszerest már leszüreteltük. Az otthonél muskottályok, azt most plánoljuk, hogy most lesz szüret belőle. A biankát szüretelgessük most tulajdonképpen, az megy a főszezonban. A golubokot leszettük, a néraut már leszüreteltük, a medinát már leszüreteltük, úgyhogy már körülbelül a felével. A korábbi fajtákkal már mindenk vagyunk, most az elkövetkezendő időszakban a tramini van soron, az otonél muskotáj, és még utána lesz még a késői szüret, ugye ezek a furmintok, rizlingek, hárslevelőek, ezek lesznek majd a későbbi szüretek, de hát ha így fog folytatódni, akkor ebből se lesz nagyon késői szüret, hanem igen gyors szüretet fogunk tudni megcsinálni. A meccésnél emlékszem, hogy van jelentősége, és fontos, hogy hogyan metzi az ember a szőlőt. Szüretnél van jelentősége, hogy hogyan vágjátok le a szőlőfürtöket? A szőlőfürtő tulajdonképpen nincs. Itt már csak a szőlőnek igyekszünk minél közelebb levágni, hogy majd a meccésnél ne zavarjanak a csonkok. Hát itt most a meccésnél nem foglalkozunk, majd meccésnél úgyis majd vágunk. Úgyhogy itt tulajdonképpen csak annyi, hogy a szőlőt le tud szüretelni. És hogy itt meccésnél az a lényeg, hogy kialakítsd magát a szőlőnek a felületeit, hogy mennyi termésed legyen, hogyan fog teremni. Itt már szüretnél, meg már csak szeded lefele, és örülsz neki, hogy van, és hogy megtermett. Milyen földterületen van szőlőtök, illetve győzitek egyedül a család szedni, vagy igénybe vesztek esetleg segédmunkát ez fajta függő, például vannak olyan fajták, amikor csak mi szüretelünk, vagy akik vannak egy vagy két ember, aki még besegít nekünk, ezek érkezünk leszüretelni. Van viszont olyan fajtánk, például mint a cserszegi is, hogy abból is majdnem másfél tonna, ezért 300 kilót szüreteltünk, annak meg egyetlen egy van, hogy azt akkor kell szólni, de hát hál' Istennek nagy a család, nagy a rokonság, és olyankor egy jó szalonna sütésre mindenkit fel lehet húzni a szőlőbe egy kicsit. És hát ugye nem csak borszőlőnk, hanem csemegeszőlőnk is van, és ugye régebben az volt, hogy amikor szüreteltek, akkor kosaraztak is az emberek. Most már ez úgy zajlik, hogy szüretelünk, és majd a végén csemegeszőlőből lehet szedni, amennyi otthon a családnak kell. Úgyhogy most nem abból a fajtából szedünk, amiből bor lesz, hanem most már külön szedjük a csemegét, meg külön szedjük a borszőlőt, de általában meg szoktuk oldani a szüretet, van vagy 3-4 nagyobb szüretünk, amikor kell segítség, vagy általában akkor szokott lenni nagyobb segítség, amikor úgy tervezzük be, hogy az egy délelőtt szüretelünk mondjuk egy fehér borszőlőfajtát, és délután pedig a vörösse folytassuk, akkor igen egyértelmű, akkor kell egy kis segítség. De hát ugye a szüret az kézi munka, mi nálunk nem gépesítettek, a szüretek nincsenek, kombájnok, szőlőkombájnok, úgyhogy nálunk ez a kézi szüret, ez egy olyan dolog, hogy itt ember kézi erőre van szükség. Ez a szőlő mennyiség fedezi azt a bor mennyiséget, szükségletet, amit elő tudtok állítani és eladni, vagy esetleg vesztek még szőlőt más termelőktől is? Szoktunk vásárolni más termelőktől is, már évek óta ilyen jó kapcsolatban vagyunk, és általában tudjuk is, hogy ők nekik milyen van, nekünk is milyen van, próbálunk úgy szelektálni, tehát úgy vásárolni, hogy ami például neki nagyon sok van, akkor általában abból nekünk egyáltalán nincs, azért is vagyunk ilyen jóba,
de most vagy két-három éve, már most a mi területünk is ad annyit, hogy már csak ténylegesen azokat a minőséget vásároljuk meg, amit le is ellenőrzünk, ki is tudunk menni, meg is tudjuk nézni, és tényleg nagyon tiszta és nagyon szép, ami kicsikét már hibásabb, azt már tudjuk szelektálni, hogy az akkor inkább nem kell, és akkor csak azt születeljük le, ami kell. De vannak persze, vannak olyan fajták, például a zenit, ami nekünk nincsen, de van, tudok, és akkor azt általában a zenitet, azt minden éven azt el szoktuk hozni, az egy nagyon kellemes, de bortkasz belőle, úgyhogy inkább azzal úgy vagyunk, hogy az hadd legyen benne a palettába. A Varga család most épp a bogyózásnál tart. Milyen szőlő van jelenleg feldolgozás alatt? Hát most jelenleg a golubok és a medina fajtákat szüreteltük le, ezeket mindig egybe szüretelve együtt dolgozzuk fel, tehát ez egybe lett a kádba lebogyózva. Milyen földterületről szüreteltek most, milyen fajta szőlők vannak? Hát ez saját terület, jelenleg 2 hektár termőszőlőnk van, borszőlő, ezt nagy részeit feldolgozzuk, egy kevés csemegeszőlő van benne, amit nem bornak használunk fel, ezen kívül még egy olyan 1 hektárról vásárolunk is fel borszőlőket pluszba. De ez saját területről van, a golubok és a medina fajták. Hogy látod, milyen volt az idei év vagy az idei nyár, milyen minőségű, milyen borra számítotok idén? Így előzetesen így a szüretnek az első harmadába, úgy látom, hogy a mennyiségek azok körülbelül a tavalyi, vagy egy picit kevesebb, a minőséget talán jobbnak tekinthetjük az idei évben. A tavalyi év egy extrém száraz év volt, ugye, és nagyon koraiak voltak a szüretek. Az idei évben egy kicsit a normálisabb tempóban zajlik a szüret, tehát nincs ez a nagyon korai szüretelés. Jó működnek eddig jók a cukorfokok, tehát a 19, 20, 21, 22-es cukorfokok megvannak, ami száraz és fél édes boroknak egyaránt kedvező lesz az idei év. Még a tavalyi elgánedés pályázatok eredményez a Prés. Milyen minőségi javulást, fejlődést jelent ez számotokra? Hát ez egy nagy erőlelépés a feldolgozásban. Eddig ugye ezt a két fakosaras plést használtuk, ami egyrészt kicsi volt ekkora mennyiséghez, másrészt nagyon lassan tudtuk feldolgozni, és ugye két alapvető feldolgozás van. Az egyik ugye a vörös, amit az előbb láttunk, ami a héján fog még legalább 8 napig állni, a másik ugye a fehéreknek a feldolgozásánál, azt bogyózás után azonnal egy ilyen cefreszivattyúval ebbe a présbe töltjük, ott van rajta egy ilyen központi töltés, ott teletöltjük a prést, és utána ez gyakorlatilag 2 óra alatt ki tudja préselni, itt légnyomással ezt a benne lévő membránt felfújja, és tökéletesen kiprésel. Ugye egyrészt ez acél, tehát teljesen rozsdamentes acél, nagyon jó az anyaga, és nagyon megkönnyíti a munkát, és nagyon felgyorsítja, plusz a kihozatali százalékok is sokkal jobbak, tehát még a fakosaras préssel 65%-tól több lényeredéket nem tudtunk elérni, ezzel 75%-ot tudunk, ami nagyon fontos. Van más borászoknak is már ilyen, vagy ez még újnak számít? Hát ez nagyon újnak számít, ez a pneumatikus típus. Itt nálunk inkább fakosaras, vagy esetleg ilyen nagy nyomólapos fakosaras prések vannak, tehát ez nagyon innovatív és újnak számít. Darálás után, préselés előtt ide kerül a szőlő. Mennyi ideig van itt, illetve jelenleg most ez milyen fajta szőlő van benne?
Látjátok, ez vörös szőlőfajta, az a neve, hogy Golubok, illetve Alibernek két szőlőt születeltünk egybe, ez egy házasítás. A fehér szőlőket azonnal szoktuk préselni. Tehát ahogy leszedjük, ledaráljuk, rögtön megy a présbe. A vörös szőlőfajtákat a héján kell hagyni, ugyanis a héjukban van a színanyag. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb vörös szőlőfajtából lehet fehér bort készíteni. A rozé sem úgy készül, hogy a fehéret a vörös borral összeöntik, legalábbis jobb helyeken, hanem ilyen egy-két napot áll csak a héján, és olyan kevés színanyag ázik ki a héjából, hogy nem festi meg teljesen a szőlőjét. Ez a Golubo Caliberne 5-6 napot fog állni legalább a héján, és akkor kap meg egy ilyen nagyon sötét szint. A Golubok egyébként, ahogy festőszőlő, úgyhogy annak, abból nem lehet. Vannak ilyen kivételek, a festőszőlőknek nevezik őket, amelyekből nem lehet fehérbor készíteni, mert a belsejük is tartalmaz színanyagot. Ezt azért választottuk, ezt a házasítást, mert a Golubok az egy nagyon festőlevű szőlő, korán érik, jó cukrot termel, az Alibernének viszont nagyon jók a savai, és ez, szerintünk ez így nagyon jó kiegészíti egymást. Milyen gyakran kell egyébként kavargatni? Illetve van-e jelentősége, hogy kavarjuk, hogy az alját is éri a kavarás? Hát napi 3-4-szer szoktuk kavarni, igazából technikája meg ilyen nagy trükkje nincs. Jól le kell nyomni az alját, hogy az összes szem jól átmozogjon, feltörődjön. Ugye itt már beindul a forrás a héján, és a forrás közben jobban kioldódnak a cserzőanyagok a szőlőből. A fehér borok ugye azért maradnak frissebbek, üdébbek, mert ugye ott rögtön történik a darálás és a préselés, illetve ülepítjük is a fehér szőlőkből készült mustot. Az azt jelenti, hogy még forrás előtt úgymond leszáll a seprű, és leszívjuk róla a színlét, a színmustot, és az for ki. Cserszegi 2019, ez már idei bor tartalmaz ez a tartály. Milyenre becsülitek az idei szőlőtermést, illetve milyen nyár van mögöttetek? Hát a nyár eleje az nagyon esős volt, aztán ilyen két hónapos, ilyen július-augusztusban nagyon nagy volt a szárazság, ami azt gondol az ember, hogy jó, mert cukrot gyűjt a szőlő, de valójában nem, a túl nagy szárazság sem jó. Ennek ellenére elég jó minőségű szőlőtermet. Itt a környéken jégeső is pusztított, amit sikerült meg ami ellen sikerült védekeznünk. Úgyhogy az a cserszegi fűszeres, amit épp imént említettél, az 19-es cukorfokkal születeljük, ami egy ideális cukorfok, mert megvan a sav és a cukor arány. Ugyanis a szemekbe, amilyen arányban növekszik a sav, vagyis a cukor, olyan arányban csökken a sav. És az sem jó, ha túlságosan sokáig hagyjuk a tőkén, túlságosan felmegy a cukor, mert akkor egyegülnek a savak, és akkor nem lesz olyan karakteres a bor, ugyanis a boroknak a lényegét, az értékét az a savak határozzák meg. Említetted, hogy sikerült kivédeni egy ilyen jégkárt, egy jégesőt. Hogyan sikerült kivédeni, hogyan tudtok ellene védekezni? Hát jégeső az egy nagyon pusztító csapás a borászokra, szőlészekre nézve, ugyanis azokat a szemeket, amelyeket eltalál ez a jég, azok bebarulnak és elkezdődik a rothadás. Gyakorlatilag 24 óránk van cselekedni. Nagyon fontos a megelőzés, hogy a szőlő kondíciója rendben legyen, illetve megfelelő szerekkel legyen biztosítva, hogy ilyen gombabetegségek ne terjedjenek el. De rögtön a jégeső után azonnal mentünk és permeteztük. Olyankor a borászok, szőlészeknek nincs ünnep, ha vasárnap, ha szülinapod, menni kell, és akkor védeni a szőlőt. Milyen borok vannak itt még? 2018, ha jól látom, tavalyiak is vannak. Milyen borok, milyen évjáratú borok vannak itt mégis, milyen fajták? Hát ez ugye a reduktív borház, az azt jelenti, hogy a borászatban kétféle technológia eljárást használnak. Az egyik az oxidatív, ez a tölgyfahordós régi, hagyományos, tradicionális eljárás. A másik pedig a reduktív, ami látod ilyen acéltartályok, vagy ilyen borbarát úszófedeles tartályokat jelent. Azért előnyösebb az ilyen tartályos borok, mert sokkal frissebbek, üdébbek maradnak a borok. Például egy illatos fűszert, ahogy fűszeres fajtát, mint ahogy látod a cserszegi, vagy valamilyen muskotályos fajtákat sokkal inkább tartályban tárolják, ugyanis kevesebb oxigén érni. Nem oxidál el, frissebb marad, üdébb marad. Itt nagyon sokféle bor van, például itt pont egy kék frankos mellett állunk, vagy van egy Riesling szíváni, más néven Müller-Thurgau, Chardonnay-nk is van.
Gyakorlatilag ilyen 15 féle bort készítünk évente. Hát ugye közgazdasági alapszabálykereslet határozza meg a kínálatot. Inkább a keleti, tehát az ukránoknak termelünk, mert az anyaországról az utóbbi években megcsapant a ide látogató vendégek száma. Ezért a borainknak a fele az félédes vagy édes, mert egyszerűen erre van igény. Hány litert tudtok előállítani egy évben körülbelül bormennyiségbe, illetve mennyire stabil, úgymond idézőjelbe a bornak az ára, tehát mennyire egy kiszámítható jövedelem ez? Hát évente egy olyan 15-16 ezer litert készítünk. Hát a bornak az ára az hát évek óta igazából emelkedik, de nagyon lassan. Ugye devalválódik a grívnya, tehát egyre kevesebbet ér, nem tudunk ilyen arányú növekedést árban kérni, mert akkor a turistáink vagy a vásárlókörünk elpártolna tőle. Úgyhogy emelünk minden éven kicsit, de nem tudjuk követni ezt a gyengülést, nem tudunk olyan arányba emelni a borok árán. Viszont még így is úgy gondolom, hogy ez megéri, ha valaki jól csinálja. A Varga pincészet évente átlagosan, mint egy olyan körülbelül 12.000-13.000 liter bort tud előállítani. Hogyan sikerül ezeket értékesíteni? Van-e felvásárlópiaca a bornak, ilyen mennyiségű bornak? Hát a feldolgozott mennyiség az évről évre az évjárattól függően változik, tehát van, amikor egy kicsit több, egy kicsit kevesebb, változik attól, hogy milyen a termés. Az eladás még sajnos mindig a fesztiválokon és turizmus keretein belül az ide érkező turistáknak borkóstoló után, illetve ezzel a Novapostán keresztül ugye futárszolgálattal szállítunk közvetlen a vevőkhöz bort, ugye még a borkereskedőkhöz, vagy bármilyen kereskedelembe, szupermarketbe, bár szupermarketbe nem is szeretnénk kerülni, de ide még mindig nem tudtuk a törvényi feltételeket teljesíteni. Sajnos az új bortörvénynek még csak kirajzolódóban vannak a feltételei, nem tudjuk, hogy mennyire fog ez sikerülni a kárpát-aljai kisborászatoknak ezeket is teljesíteni. Vannak benne olyan feltételek, amik kicsit nehezen értelmezhetőek, például, hogy lakott területhez közelében nem lehet szőlőt feldolgozni, mert nagyon veszélyes anyagokat használnak a borfeldolgozásnál. Hát ennél nagyon értetlenül állunk, mert semmilyen olyan anyagot nem használunk igazából a borászatban, ami egészségre káros lenne. Ugye a képződő gázok azok igen veszélyesek ugye az erjedés során, de ez nem jelent olyan problémát, hogy bárkinek az egészségét ezt veszélyeztetnénk. Hány éves ez a pincé? Hát ez többi. Szóval 91-ben ugye Hány fajta bor van itt a pincétekben, illetve neked személy szerint melyik a kedvenc borod? Hát évente ilyen 15 fajtát készítünk. Vannak évek, amikor kevesebbet, többet, ez az évjárattól függ. Van, amikor egybeszedünk néhány szőlőfajtát, van, amikor külön tudjuk őket préselni, darálni. Most egy Müller Turgot, a más néven Riesling Szilvánit fogunk kóstolni, az egyik személyes kedvencem. Ezen kívül nagyon szeretem még a Furmintot. Nálunk is ugyanúgy asszusodik, mint Tokajban, tehát ez a Botrytis Cinerea nevezetű szürkepenész nálunk is egyes fajtákról megtelepszik. Abból nincs olyan nagy tétel, hogy eladásra, csak saját részre, illetve vörösből a Saperavi, az egy grúz szőlőfajta, ami jó testes bort ad, illetve a Globo Caliban, ami szintén az egyik személyes favoritom. És akkor egyet meg is kóstolunk belőle. És miért pont ezt? Ez mihez ajánlott egyébként, vagy mit kell róla tudni?
Ez egy félszáraz fehérbor, könnyen iható, de én inkább ilyen fehér húsokhoz ajánlom. Csirke, hal, de egy ilyen baráti leülős beszélgetésekhez is ideális. És akkor ez is saját palackozású? Természetesen. Ez hány éves vagy, mikor évjárat körül? Ez 18-as születelésű. Tehát gyakorlatilag tavaly ilyenkor született. Jó volt a 18-as év? Igen, tavaly év az elég jó volt. Mondjuk kicsit magas volt a pH, ami a borok eltarthatóságánál jelenthet gondot, hogyha nincs megfelelően kezelve. És hány család, hány borászat van még körülbelül bennében rajtatok kívül? Sokan foglalkoznak borászkodással? Hát borászkodással nagyon sokan. Hát ilyen néhány, egy-két-három hordó azt hitte majdnem mindenki. Ugye itt elég jó kultúrája van a bornak. Több száz évre visszamenőleg itt a hegyek végig be voltak szőlőtetvénnyel telepítve. Kistokajnak, illetve Tokaj 2-nek is becézték, mert nagyon hasonló a mikroklíma és a talaj szerkezete. Ugye ez egy riolit tufa fiatal vulkanikus kőzet, amely nagyon vékony erdei lősztalaj található. Déli fekvésű a hegy, tehát merőleges a napnak a pályájával, azaz reggeltől estig éri a napnak a sugara a szőlőt, és a szőlőnek ezáltal a bornak is a minőségét a napos órák száma határozza meg, amit Kárpátán itt a Berek-vidéken 1500 évente. Úgyhogy ideálisak a feltételek, illetve úgy, itt folyik a Borzsa folyó, és a folyónak a párolgása és a meleg levegő keveredés egy olyan környezetet biztosít a szőlőnek, ahol nagyon jól érzi magát. Akkor jók a feltételek. A feltétek nagyon jók. Sajnos ugye a földterületekkel vannak egyedül problémák, hogy nem... Tehát ugye az nagyon hányatott sorsa volt Kárpátaljának az elmúlt 100 évben, ugye 5 állam része volt a Gorbacsovi Szesztillon, amikor felégették, ledozerolták a szőlőtetvényeket. Ugye a Málenki robotra elvitték a magyar férfiakat, úgyhogy nem volt aki borászkodjon és ahol borászkodjon. Az utóbbi években van fellendülőbe az ágazat. Egyre többen észveszik, milyen jók ugye ezek az adottságok, amelyeket ecseteltem. Hát akkor kóstoljuk meg ezt a 18-as születelésű Riesling Szívánit. Nagyon szép egyébként a pincétek is. Mit kell róla tudni? Mióta van a családnak a tulajdonában? Ez a boros pince, ez egy matuzsálemi korú ilyen bortároló helyiség. 1916-ban válták olasz hadifoglyok. Ekkor még Kárpátalja az osztrák-magyar monarchiához tartozott, és 200 foglyot hoztak Beregszászba. Sajnos nem tudták etetni a foglyokat, ezért kiadták módosabb gazdáknak éhbérért. Benébe 12 foglyot küldtek, és az gazdák megtudták róluk, hogy torinói, milánói kőfaragók és bányászok. Úgyhogy ráharaptak erre a lehetőségre, 6 ilyen pincét váltak, mint ez, direkt boros pincéknek. Sajnos a többségük romos állapotban van, ez is a szemétterepe volt a falunak, és hogy apu miért újította fel, miért lehet lelket a pincébe. Ugyanis a pince végén be volt lökve egy döglött kutya, ami érdekes, hogy ez nem romlott el, hanem mumifikálódott. Ez azt jelenti, hogy télen-nyáron állandó hőmérséklet és állandó páratartalom. És a bornak elengedhetetlen követelmény, hogy állandó hőmérsékleten legyen tartva. Érdekes. Tehát néhány szót a borkóstolásról. Ugye megpörgetjük a bort, hogy sokkal jobban kinyílnak az illatok. Mindig a óramutató járásával egy irányba pörgetjük, akkor nyílnak az illatok. Ha visszafel, akkor záródnak. Ez nem igaz, ez csak visznek mondtam el. Tehát igazából bármik van arra lehet pörgetni. És olyankor a savak úgymond levegőt kapnak és kibomlanak, sokkal jobban, intenzívebben fogjuk érezni a bort. Továbbá nem tudom, mennyire látod ezeket a kis csikozódásokat itt belül, a pohár belső falán. Ha pörgesd meg jól, és akkor néhány másodperc múlva így megjelennek ilyen kis csíkozások, erezetek. Ez is a bornak az eredetiségét és a sűrűségét mutatja. És ugye mindig a talpánál fogjuk a boros poharat. Tényleg nagyon finom. És a borászatban van egy olyan szokás, hogy kocintani is kell, ugyanis, hogy minden érzékszerünk részt vegyen. Ugye először a szemünk, hogy megnézzük a bor színét, az erezeteket. A második ugye megszagoljuk, hogy az orrunk is, az illatokat is fel tudjuk dolgozni, utána megkóstoljuk, és a végén pedig kocintunk, hogy a fülünkkel is halljuk a bort. Tényleg nagyon finom. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazinműsort a közösségi médiákban is. Viszontlátásra!